Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk, most már a 98. adás a Kérdezd a Rabit sorozatban, és ma este is gondolom mindenféle érdekes kérdések fel fognak merülni. Pesach már elmúlt, de gondolom kérdések még mindig maradtak, azon kívül, hogy négy kérdést kérdezni kell a szédernél, tehát más kérdések is biztos vannak, illetve más témák. Örömmel veszem mindig minden kérdésem a zsidósághoz kapcsolódik, és igyekszem válaszolni rájuk a legjobb szerint. Első kérdés, Chaimnak a kérdése, miért annyira kiemelt a búza és a szőlő szerepe a Tórában? Ez egy jó kérdés, de azt hiszem, hogy egyszerű a válasz. A búza az egy alap étel. Ugye a búza az a kenyér, és a kenyér az alap étel, ami van az embernek. Mózes 5. könyvben olvasunk, a Tóra azt emeli ki, ki lola lechen a vado yichya adam, hogy elvileg a kenyér az embernek az eledele, csak van más is mellette. Szóval a búza az egy alapétel, a bor pedig örömet ad az embernek, egy jó érzést. És akkor így a búza és a szőlő, az két nagyon fontos termék. Nézzük meg, milyen más kérdések vannak. Nincsenek még más kérdések, csak egy mondattal szeretném kitérni a Sámson történetéhez. Az már egy régi adóságom, hogy a Bírák könyvében ott a Sámson széttépte az oroszlánt, és később ebben az oroszlán maradványaiban keletkezett méz, és azt is a HM kérdezte, hogy most milyennek a jelentősége. Kezdtem utána olvasni, és a legegyszerűbb válasz erre az, ami írva is van, hogy a legerősebb dolog az az oroszlán, és az oroszlánból jött ki a legédesebb, a legfinomabb dolog. Ez pedig egy jelzés volt a Sámsonnak, hogy nem kell félni az erős filiszteusoktól, mert akár olyan erősek, mint az oroszlán, ami elvileg a legerősebb állat, mégis a végén abból jön ki a méz, és le fogja győzni őket. Ez a legegyszerűbb válasz, hogy térünk rá vissza más válaszokkal, csak mindenképpen, mivel már olyan régi adóságom ez mindenképpen akartam már egy mondatban említeni ezt. Hányféle matria számítási mód van? Például a szövegi betűk értéke hogy alakult ki? A gematria, ami a betűknek a számértéke, van egy alapmódszere, ami a leghíresebb módszer, ugye az alef az egy, minden betűnek van számértek, úgy sorrendben mennek, az alef az egy, bét az kettő, gimel az három, az így meg tízig, jódig, utána pedig ugrik tízesével, kúfig, és aztán taf az a 400. Ez a leghíresebb. De vannak más módszerek is, a szóvégi betűk azok 500, 600, 700 és 800, és még más módszerek is vannak. Egy korábbi kötet a Dunaporti hétvégének a zsidó ismeretekben volt egy cikk, ahol a különböző, több, nem az összes, de a különböző módszereket bemutatunk. Majd, ha nem fogom elfelejteni, akkor majd kikeresem azt.
Péter. A reggeli kézmosásnál váltott kézzel mosunk kezet. Igen. Úgy láttam, hogy a kenyerevés előtt egyik kéz háromszor, és azt a másik kéz háromszor. Mi a különbség oka? Az egy nagyon jó kérdés. Kézmosásnál két alapmódszer van. A reggeli, ahogy mikor felkelünk, még az ágynál leüblítünk a kezünket, akkor oda-vissza felváltva öblítjünk le a kezünket. A kenyerevés előtt háromszor a jobb kézre, és utána háromszor a bal kézre. Mi ennek a magyarázata? A válasz erre az, hogy elvileg a normál az, hogy kezdünk a jobb kezünkkel, leöntünk azt háromszor, aztán a bal kezünket, azt is leöntünk háromszor, is kész. Oda-vissza az egy ilyen kapkodás. Ide, oda, ide, oda. Ezért a kenyerevés előtt a normál menetrend, normál logikus renden csináljunk, hogy háromszor a jobb kezünket, utána háromszor a bal kezünket. De a negülvászennál, ami az ágynál reggel, amikor felkelünk, ott felváltva öblítünk el a kezünket. Miért kell leöblíteni a kezünket? Akkor tanultunk ezt a Zohárban és a Sohán Árabban is idézve van, amikor az ember alszik, akkor egy akkor ez annyira, a kicsit annyira olyan, mint a meghalt volna egy picit, és akkor egy tisztatalanság van rajta. Azt mondja a Kabbala, hogy ez a tisztatalanság olyan jellegű tisztatalanság, ami nem hagyja el az ember csak a felváltva. Nem hagyja el az ember kezét, csak akar a felváltva mosni. Szerintem az egy nagyon különleges, specifikus és kabbalisztikus oka van annak, hogy oda-vissza felváltva kell öblíteni. A kenyereves előtt normál, logikus sorrendben, hogy háromszor jobb kezünket és háromszor a bal kezünket. Miklós. Mi a különbség a rabbi és a főrabbi között? A neológoknál mindenki főrabbi. Miért? Nem tudom, a neológoknál ők szeretik a főrabbi címet. Viccnek a neológ körekben azt szoktak mondani, hogy náluk nem rabbi képző van, hanem főrabbi képző. Én örülök a rabbi címnek, mert sok munkával sokat kellett dolgozni, érte le kellett tenni a vizsgákat, szakmai gyakorlat, és akkor rabbi címem lett, és azt büszkén viselem, de nem kell nem tudom, mi a jelentősége a főrabbi címet, annak nincs vizsgája. József, vegetáriánus zsidónak is tartania kell külön húsas edénykészletet arra az esetre, ha mondjuk húst is fagyasztó vendégei jönnek. Ha van rá lehetőség, hogy bekerül hús a házban, és ott enni fognak belőle, akkor mindenképpen kellett legyen az ember felkészülve arra. Mert azt nem lehet, hogyha ritkán jön be egy kis hús a házban, akkor a teljes edényekben fognak azt fogyasztani, ez ki van zárva. Egyébként már beszéltünk arról, hogy a zsidóság nem támogatja azok a vegetáriánusok, akik elvből vegetáriánus, azt jelenti, hogy sajnálnak az állatot, vagy ilyesmi, mert a zsidóság úgy gondolja, hogy amikor levágunk az állatot és fogyasztunk az ő húsát, akkor mi nem elpusztítottunk az állatot, hanem az állatot felhasználtuk és magasabb szintre került, hogy segített az embernek, erőt adott az embernek, sőt, ebből az erővel az ember még jó cselekedetek is tett, és ez mind annak köszönhető az állatnak a húsának. Ezért elvből sokkal inkább, ha sajnálunk az állatot, akkor sajnálni kell, hogy ne legyen felhasználva magasabb szintre. Ha az embernek nem ízlik a hús, vagy ilyesmi, semmi nem kötelező enni,
De az elvi vegetáriánust azt a zsidóság nem támogatja, mert a zsidóság az a véleménye, hogy minden dolgot maximálisan kell felhasználni, és még magasabb szintre emelni. Ha a zöldséget az ember nem fogja használni, akkor a zöldségtől elvettünk azt a lehetőséget, hogy erőt adjon az embernek. Ha a húst nem fogyasztunk, akkor a hústól elveszünk azt a lehetőséget, hogy erőt adjon az embernek. Az Isten azért teremtette, az Isten megengedte nekünk, azt mondta, egyetek húst. Csak ennek van előírása, hogyan kell fogyasztani a húst. További kérdés a Laci. Olvastam egy cikket, amely egy Din Rajdev nevű vallási törvényt említ. Kérem, magyarázd el, mi ez? A Rajdev az szó szerint az üldöző. Ha valaki üldöz egy másik embert abból a célból, hogy megölni szeretne, akkor az önvédelem, önvédelem miatt az az ember, akit üldöz, vagy valaki más, a harmadik személy, aki látja ezt, annak az a feladata, hogy próbáljon megmenteni az üldözött embert, akár abból azon áron, hogy megöli az üldözőt. Mert az üldöző, ő egy ártatlan embert jogtalanul készül megölni. Ezért az önvédelem miatt szabad őt megölni. A legjobb, ha nem kell megölni, mondjuk például ráüt a lábára, az illető leesik, kiesik a fegyver a kezéből, és kész. Ha lehetőség van erre. Ha pedig olyan közel van már a gyilkossághoz, hogy nem lehet itt mérlegelni, és lépésről lépésre menni, akkor azt mondja a halacha, hogy inkább hallja meg ez az ember, aki üldözi az ártatlan embert, mint az ártatlan ember hallja meg. Ez a Rajdefnak a fogalom. És mondtam, ez a önvédelem miatt megvan. Ez nem egy bírósági határozat, hanem amikor az ember érzi, hogy ő veszélyben van, és reálisan lehet úgy érezni ilyen körülmények között, veszélyben van, akkor szabad lépnie. Laci, további kérdés. Van-e szemmel jól látható különbség az Askenaz és a Szefárd tfilin között? Ezt a különbséget egy egyszerű zsidós észre tudja venni. A válasz erre az, hogy részben vannak a sinnak a formája térhet el a különböző tfilinek között, illetve a félrevaló tfilinnál egy pár hajszál kilóg a dobozból a harmadik doboznál. És azt hiszem, hogy itt van eltérés, nem a Askenaz és a Szefárd tfilin, hanem a Rashi és a Beinu Tam féle tfilin között. Más eltérések a tfilinnak a külsején nem lehet igazán látni és észrevenni. Kivéve a csomót. A csomóban másképpen néz ki a csomó, lehetnek eltérések, szokási eltéréseket, hogyan kell kötni a csomót. Anikó, a mamzer egy zsidó férfi és egy nem zsidó nő gyermekként születik, ő nem házasodhat zsidónak? Nem. A mamzer az egy zsidó férfi és egy házasságban lévő nő, akinek születik a gyereke, a házasságon kívül, házasság törésből, illetve olyan rokkani kapcsolatból, ami tilos testvérek és más rokkanok között. Akkor az mamzer, és akkor ez a mamzer nem házasodhat zsidóval, azért, mert az ő egész létezése tagadja a házassági rendszert, ez a tórai előírás, hogy
az, aki a házassági rendszeren kívül annak megtagadásából születik, az nem tud belépni ebben a rendszerben. Egy kivételével, mert az van írva, hogy nem szabad neki, szóval olyan utalás van, hogy mintha az lenne írva, hogy született zsidóval nem szabad házasodnia, de betért zsidóval igen. Ez az egyetlen kivétel. Ha pedig egy zsidónak születik egy gyereket nem zsidó nőtől, akkor a gyerek nem mamzer, hanem a gyerek nem zsidó. Nem zsidó úgy nem tud házasodni zsidóval, ha pedig betér, akkor teljes jogú zsidónak számít, és tud házasodni zsidóval. Csak nem Kohen, a Kohen nem tud házasodni, csak született zsidóval, aki még nem volt házas, mert elvált nővel nem tud házasodni. Dániel, a vízözönnek milyen hatása lett az emberek étrendjére? Mózes első könyvben miért nincs különbség téve tiszta és tisztatlan állati hús között? Korábban azt olvassuk, hogy Noé ismerte a különbség tevés tiszta és tisztatlan állat között, és a bárka is számtalan tiszta lett bevéve. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy milyen más étrend lett az özönvíz után. A válasz erre az, hogy a teremtéskor azt mondja az örökkévaló Ádámnak és Évának, hogy az embernek és az állatnak az eledelük, hogy egyenek növényeket. Az özönvíz után pedig az örökkévaló azt mondja, hogy az ember megkapta eledelül az állatokat és a növényeket. Ami azt jelenti, innentől kezdve az örökkévaló explicitben megengedte a húsevést. Ez a különbség az özönvíz előtt és után között. A másik kérdés, miért nincs különbség tiszta és tisztatalan állat között, a válasz ellen nagyon egyszerű, mert tiszta és tisztatalan állat sok a zsidóknak tóraadástól kezdve meg lett parancsolva. Az özönvíz után még nem voltak zsidók, és ezért bármilyen állatot szabad volt enni, és a mai napig is a nem zsidóknak megvan engedve bármilyen más állatnak az evése. Azon megvan említve a tiszta és tisztatalan áldozat, csak egy helyen van megemlítve, abból a szempontból, amikor Noé bevitte az különböző állatokat a bárkában, akkor a tiszta állatból vitt be többet, a tiszta azt jelenti, ami majd később tiszta lesz, és tiszta lesz tóraadáskor, és azért vitt be többet, hogy akart belőlük bemutatni áldozatot, annélkül elpusztítja a fajt. De más szempontból nem volt jelentősége ennek a tiszta és tisztatalan ehető vagy nem ehető állat között, mert ez csak a zsidóknak meg lett tiltva, és akkor még nem volt zsidók, nem volt tóraadás, és még mindenkinek meg volt engedve az evés. Ó, látom, hogy Hava is itt van, üdvözlöm, mindenkinek örülök. További kérdés, az Acheré Mot heti szakasz Áron két fiának, Nádabnak és Aviónak a halálával kezdődik. A Tóra szerint tűz emesztette fel őket. Ezt követően mégis a ruhaikban vitte ki őket a táboron kívül. Hogyan maradhattak épek a ruhaik, ha tűzben haltak meg? Ez egy jó kérdés, hogy ha meghaltak, akkor hogy lehet, hogy a ruha megmarad? És a válasz erre az, hogy a Talmudban és a Midrashben le van írva, a tűz nem jelenti az, hogy kitört a tűz és ott elégetek, hanem két vékony tűzszál az órókon keresztül ment be a testükben, és belülről elégett őket, és meghaltak, úgy, hogy kívülről megmaradtak épek, és ezért lehet a ruhaikon keresztül őket kivinni a szentéből.
A mecóra, a hajvágás kérdése forrás, Hilchot Tumatzará 11.1. Mi a helyzet a nő? A nő a mecóra. Igen, előveszem a könyvet. Ugye arról a kérdésről volt szó, hogy Maimonides azt írja, hogy a Kohen levágja a poklosnak a haját az egész testéről, és erre felmerül a kérdés, hogy mi van akkor a nőről van szó, hát nem illene, ha Kohen az egész testéhez nyúljon. A baj az, hogy én nem láttam itt, hogy az van írva, hogy a Kohen ezt ér. Leírja itt a Maimonides pontosan a tiszt... igen, az van írva, Ahakach meg Galeach, ha Kohen ez hametzaira, hogy a Kohen az, aki a lenyírja az egész haját. Nézem itt a forrást. Igen, ez még tovább. Hármas bekezdés és ötös bekezdésnél részletesen van írva. Azt írja Maimonides itt. Igen, itt van egy, a Maimonides azt mondja, hogy a hajnak a lenyírása az csak férfiakra vonatkozik, és nem a nőkre vonatkozik. Ez van itt az ötös bekezdésben írva. Szóval nőket nem kell, a nő poklos, akkor nem kell levágni a haját. Jó, ez még később még jobban meg fogom nézni. A 11-es fejezet 5-ös paragrafusban ez van írva. József, a szombat megszeghető, ha egy ember életének megmentéséről van szó. Megszeghető a szombat egy állat megmentésért is, például egy gazda tehenne, vagy akár egy sebesült, nem a tulajdonukban álló állat megmentéséért. A válasz, hogy nem, csak emberi élet felül írja a szombati törvény, állatnak a megmentése, más vagyonnak a megmentése nem írja felül a Tóranak a Tóranak semmi mélyféle törvény, beleértve természetesen a szombati törvény. Mesélnek az egyik híres rabiról, hogy egy életen át dolgozott egy komoly műven, és írta, és javította, és kiegészítette, és egyszer kitört a tűz szombaton, és a saját szemével látta, hogy a tűz elégeti a életművét, de nem tudod semmit tenni annak érdekében. Megbencs, azt mondta, Isten, fogad el ezt tőlem áldozatnak. Van egy másik történet, hogy egyszer nem emlékszem a részleteket, de olyasmi, hogy Pesach kapcsán valakinek volt egy nagy sörgyára, és valahogy kiderült, hogy valakit megkérte, hogy adjon el azt a homét van Pesach előtt, a rabin keresztül az illető elfeledkezett, szóval ott áll a sörgyár, és a birtokában van, és Pesachkor pedig ez tilos, mert ez homéc.
az illető rögtön azt kihirdette, hogy gazdátlan, nem az ő tulajdona, lemond róla, és rövid idő ezután, egy-két óra után kitört egy nagy tűz, és elégett a nagy üzem. És amikor még messziről lehetett látni a tüzet, és ő kezdett táncolni, azt mondta, köszönöm Istened, elvette tőlem az, ami nem is lett volna szabadod a birtokamban legyen, és táncolt, és mindenki, sok ember azt hitte, hogy megbalandult a nagy bajban, ő neki pedig valódi örömet okozott az, hogy az Isten kivette az ő birtokából azt a hametszet, amit tilos, hogy a birtokában legyen. Ómered mérték egység 7x7, nem, az ómer az nem 7x7, az ómer az egy mérték egység búza. Pontosan menni egy ómer, azt hiszem, hogy 3-4 liter, vagy ilyesmi az ómer. Ennél pontosabban nem tudok mondani. Az egy 7x7, egy 7x7 napot kell számolni, a számlálás az 7x7. De az ómer ez egy mennyiség búza, amit bemutatnak az oltáron. Pesach második napján. Dániel. Történt egyszer, hogy egy gyerek letörtett fogat szombaton. A szülő kitette a gyereket a kapun kívül, mondva, mehetsz magadnak világá, nekem nem kell olyan gyermek, aki megszentségteleníti a szombat napját. Helyesen járta el ez a szülő? Egy gyerek letört egy faágat szombaton. A szülő kitette a gyereket, nem tudom elképzelni. Ha a gyerekről van szó, kiskorú gyerek nem lehet megbüntetni. A kiskorú gyereknek nincs saját, nem felelős a cselekedetért. Ha valaki felelős, ez a szülő, aki neveli őt. Nem hiszem, a gyereket az ember nem tesz ki. Az emberek nevelni kell a gyereket, rá kell szoktatnia, de kitenni a házból, vagy ilyesmi, az nem emberi, és mindenképpen a zsidóságban ez nem tartja helyesnek. András, mikor volt utoljára egy hibum vagy egy halica Budapesten? Egyszer hallottam, hogy a Kazinczy Schule irodájában volt egy cipő, amit használtak a halica ceremónián. Párhuzamosan olvastam, hogy Askenazi hitközség ritkán vagy egyáltalán csinálnak hibum halicát, mert purity of intent, ez egy ritkaság. Itt egy kicsit el kell magyarázni a fogalmakat, mert van, akit kevernek a fogalmak. A Tórában, Mózes 5. könyvében van az előírás, az úgynevezett hibum, ami a sógorházasság. Ha valaki meghal, egy férfi meghal, és nincs gyereke, akkor micva a sógorának, vagyis az özlenyak a sógorának, vagyis az elhunyt férnak a fiú testvére, hogy vegyen előtt feleséget. Ha nem akarnak, akkor, és addig, ameddig nem veszi el feleségül, nem szabad az özvegyet idegen elházasodni. Ha mégse jön össze, mert vagy a özvegy, vagy a sógara nem akarja ezt a házasságot, akkor van egy szertartás, ami halicá, az pedig leveszi a cipőjét a lábáról, pontosan le van írva a Tórában. Mi az érdekes ennek a micvának? Mert az egyik tiltott rokoni házasság az, hogy az embernek nem szabad elvennie a testvérenek a volt felesége. Akár özvegy, akár elvált tőle. De ez abban az esetben, ha özvegy, ha megholt és marad gyereke. Ha nem marad gyereke, akkor nem csak a nem tilos, hanem micva. Szóval két véglet van itt. Ha valaki meghal, akkor az özvegy, ha nincs itt gyerek, akkor micva, hogy a sógora vegye el. Ha van itt gyerek, akkor szigorúan tilos. Mi azt jelenti, hogy amikor elveszi az özvegyet feleségül, az csak azért szabad, mert ez egy micva.
Erre azt mondja a Talmud, van egy olyan vélemény a Talmud, Rabbi Elazarra, jól emlékszem, hogy azt mondja, hogy az ember elveszi a sógannőjét, de nem a micva miatt, hanem azért, mert szerelmes benne, szép, gyönyörű, tetszik neki, és így el akarja venni, akkor házasság van, de mivel nem gondolt a micvára, akkor maradt a tilalom. Ezért van az, hogy askenázi közösségekben minden sógar házasságot betiltották, és mindig csak a halica szertartást végeznek. Én emlékszem, hogy a nagyapám, Oberlander nagyapám, Oberlander Lázár, ő kb. 80 éves volt, amikor neki a bátyja szegény meghalt az autóbalesetben, de nem volt gyereke, akkor a 80 éves nagyapám és a nagynéném, a nagybátyámnak az özvegye megtartották a halica szertartást. Tudom biztosan, itt Budapesten, hogy a háború után volt itt halica, sajnos el a holokauszban sajnos többen meghaltak, ugye nem maradt gyerekük, volt halica szertartás, erről láttam dokumentációt is. Ezért mondom, 40-es években biztos, hogy voltak halicák, el tudom képzelni, hogy valószínűleg az 50-es években. Mikor volt az utolsó halica, nem tudom. Mert arról nincs feljegyzés, és nincs igazán igazi, nincs igazi jó levéltár. Most, a visszatérve maga a szokása, csak az askenázi zsidóknak a szokása, a szefadi zsidóknak a szokása azt mondja, hogy semmi baj, a szerelmes benne, és gyönyörű szép az özvegy, mert a micva és a szerelem itt nem ütközik egymással, szerelmes is, és a micva is van. És ezért a szefadi közösségekben megengedték a jibum, a sógar házasságot. Remélem, hogy így tisztáztam a fogalmat. Ritka, azt maga az, hogy milyen gyakori a halica szertartás, az nem nagyon gyakori, mert kell, hogy ugye a legtöbb embernek van gyereke, és ezért nincs halica, nem merül fel az egész gondolat, ha valaki meghal, és nincs gyereke, és van testvére, akkor merül fel a halicának a gondolata. Hány. Az Egyiptom menekülés után a tengernél felmerült a tömeges öngyilkosság lehetősége. Ez meglepet. Hogy lehetne ezt elképzelni, hogy anyák, gyerekek, sőt egy egész nép meg még hozzá a zsidó nép öngyilkosságot követ el? A válasz erre, az először szeretném megnyugtatni, tényleg nem követték el, ott volt Mózes, útmutatás mondott nekik, hogy nincs hely az öngyilkosságnak. Szóval pont ez volt Mózesnak a tanítás, igaz, hogy a zsidók akkor nagyon-nagyon-nagyon rossz helyzetben voltak, 210 év után végre szabadultak Egyiptomból. Most egy pár napja, most pedig itt állnak a tengernél, és hátulról vannak az Egyiptom, akik Zsák utcában vannak, nem tudnak előre, nem tudnak hova menni, ezért felmerült az a gondolat, a talán öngyilkosság, és akkor biztos, hogy nem leszünk újra rabszolgák. Hát azt mondta Mózes, szó sincs róla, nem is követték el, nincs, az sincs írva, hogy az egész nép erre gondolt, a népnek egy része erre gondolt, és tényleg Mózes időben lecsapott, és azt mondta, az nem megoldás. Ha valaki bajban van, akkor az nem megoldás, az ember azt mondja, öngyilkosságot követek el. Mert az nem oldja meg a problémát, az csak fokozza a problémát, mert az embernek van egy problémája, ami őt érinti, abban a percben az öngyilkosságot követel, akkor érinti ezt a szülei, testvéré, baráti társaság, a közössége, mindenkit, és ez egy nagyon önző megoldás. Én már nem szenvedek, mondja az ember, aki mondjuk, szenvedjen az egész világ helyettem. Az egy-kettő, mi hívő zsidók nagyon jól tudunk, hogy ha az ember öngyilkosságot követel, akivel mindig nem oldotta meg a problémát, sőt, relatív kis
földi problémák helyett választotta a nagy égi problémát. Mert abban a percben, hogy az ember öngyilkosságot követel, akkor a túlvilágra előveszik, azt mondja, jó napot kívánok, mit keresel te itt? A nagy könyvben az van írva, te még 24 évet fogsz élni, vagy 32, vagy még 53, mit keresel itt? Öngyilkosságot követel, te gyilkos vagy. És akkor erre van tényleg egy történet, valaki egyszer jött az egyik haszid mester, és azt mondta, Rebbe, olyan nagy bajom van, én már nem bírom, öngyilkosságot fogok elkövetni, és vége lesznek a problémáimnak. Azt mondja Rebbe, vége lesz? Akkor fognak kezdeni a problémák. Mert akkor a túlvilágban el kell számolni velük, és akkor ott fogsz te szenvedni. Ami azt jelenti, hogy ez nem egy megoldás, hanem még nagyobb problémába kerül az ember. Csak még egy mondat, szeretném arra azt a kifejezést, hogy az egyiptomi menekülés után, a zsidók nem menekültek, szó szerint nem menekültek, fáraó kiengedte őket, csak az van írva, hogy sietve hagytak el Egyiptomat, ezért lehet használni a menekülés szót, de a menekülés az inkább azt jelenti, mint ha nem vették észre, és az ablakból kimásztak, és akkor így menekültek, ezért nem annyira nem a legjobb szó itt a menekülés, de értető természetesen. Zsolt, a Kádis ima utolsó mondatánál, ha összes alambim, rajmav, stb. Három lépést tesznek hátra, utána balra, jobbra, előre hajlanak. A mondatok kimondása alatt mi ennek a jelentése? Ez a Kádisnál így van, hogy hátra, három lépés hátra, és aztán hajolunk, de nem csak a Kádisnál ugyanez igaz, az ima, amikor befejezünk az Amidát, például, ha megnézünk az Amidában, a Sámuel imájában, a 69. oldalon, oda van írva az Amida végén, itt három lépést hátrálunk. Mi ennek a jelentőség? A jelentőség az, amikor elmondok az Amidát, vagy amikor elmondok a Kádist, ez olyan, mint ha oda léptünk az Isten trónja előtt, és az Istennek a világ teremtőjehez szólunk közvetlenül. Amikor befejezünk, akkor itt hátrálunk, és elköszönünk az Istentől. Ez ennek a jelentősége. Dániel, a kivonuláskor miért volt megengedve, hogy mindenféle gyűlvész tömeg csatlakozzon Izrael népehez? Kikből állt ez a tömeg? A kérdés nagyon jó, és a tömeg az egyiptomiakból állt, akik akartak a zsidó néphez csatlakozni. Miért volt megengedve? Azért, mert a zsidó nép megengedi azokat, szóval befogadja őket, akik őszinten akarnak csatlakozni a zsidó néphez. Őszinten azt jelenti, hogy tényleg a zsidó valláshoz ragaszkodnak, a zsidó hithez ragaszkodnak, és ezt jelenti a betérés. Csak sajnos ebben az esetben a gyülevész volt, azt jelenti olyanok voltak, akik nem voltak méltóak. És kiderült, hogy a legkisebb baj volt akkor a sivatagban rögtön, ők voltak a nagy bajkeverük, és ők szerveztek minden, mind ahol csak probléma volt, akkor ők jelen voltak, ami azt jelenti, ők nem voltak méltóak ahhoz, de már ott voltak, és sajnos elég nagy kárt okoztak. Péter, a pajeszt nem vágjuk le, de nem mindenki hord hosszú, feltekert pajeszt. Milyen hosszú számít már kósernak? A Tórában az van írva, hogy az embernek nem szabad, ez a jövő heti szakaszban lesz, azt hiszem, akkor daisimban lesz. Hogy az ember ne vágja le a hajának a sarka. Itt van sarka a hajának, ugye itt majdnem mindenkinek van itt sarka, és ezért ezen a részen
nem szabad levágni. Nincs írva, hogy hosszú kellőd legyen, de nem szabad levágni. Mennyi az a minimum, amit hagyni kell? Például az van írva, hogy fél centi, az glatt kóser, és nem kell ennél többet hagyni. Sokszor van az, hogy láttam a zsinagógában, egy templomjáró zsidót, aki jár a zsinagógában szombatonként, valamikor akár hétköznaponként is, egyszer csak látja, mit tudom én, nullára vagy nagyon kicsire lenyírta a haját, úgy, hogy lényegében megszegte ezt a parancsot. Most sajnálom, azért sajnálom, ez nem egy olyan nehéz parancsolat, mert az ember csak fél centit hagy itt ezen a részen, akkor már is teljesítette a micva. És a fél centi helyet az ember lenyírja még kisebbre, a picire mondjuk nullára, vagy majdnem nullára, akkor megszegte egy bibliai parancsolatot. Ezt nagyon sajnálom, de mindenképpen nem kell, hogy legyen hosszabb, mint a fél centi. Vannak olyan haszidok, akik vagy hosszúra hagyják, és utána feltekerik a fülőkre. Így viseltem én is ezt, ameddig nem jöttem a Chabadba. Mások pedig hagyják egy ilyen hosszú, és lógja lefele. Mindenféle mondások, tanítások vannak erről. Például mesélnek a Canzi Rebbenek a fiáról, ő azt mondta, hogy akinek hosszú haja lesz, a hosszú pályaszal lesz, akkor ez egy jó ómen a hosszú életre. És más hasonló mondások. Vannak olyanok például, hogy nem vágják a pajeszt, ha túl hosszú, hanem leégetik. Mert a hangsúly az, hogy ne legyen vágva. De ha az ember leégeti, akkor az rendben van. Vannak ezek szokások, de a halacha azt mondja, hogy fél centit hagyja itt, akkor már elégetett a micvának. Már régóta készülök írni erről a Good Shabbosban, mert többször már felmerültek kérdések. Lehet, hogy a közeljövőben fogok tényleg írni erről. Most ma írtam egy másik cikket arról, hogy milyen micvák vannak, amit éjjel kell teljesíteni, de lehet korábbra hozni. Az esti imát a közösségben, a gyertyagyújtás lehet, péntek esti gyertyagyújtást lehet előrehozni, a szédet nem lehet előrehozni. Szóval ezeket a dolgokat elmagyaráztam. Ez az eheti is, talán jövő heti Good Shabbosban is, azt lehet, hogy két részben le fog jönni, ha egy kicsit túl hosszú. De mindenképpen erről is szeretnék írni a közeljövőben. Következő midrás azt mond, az örökkévaló legyenek mind összekötve egy szövetségbe, és akkor mindenki egésztelést hoz a másikra. És ha így teszik, akkor én magam is felemelkedem. Nem tudom, mi a kérdés, köszönöm. Ha lehet, akkor maradjunk a kérdéseknek. Chaim, mi a jelentősége a fizikai szépségnek nők, sőt férfiak esetben a Tórában? Például királyok és Sámuel könyve, például Abigail, Bathsheba, Tamar, Abiság és Saul, Eliáú, Dávid, Absalom és Adonijah. Mi van azzal, aki nem szép, sőt csúnya, például Ézsó? Hát, talán kikérem itt Ézsó nevében, nem biztos, hogy az volt írva csúnya, az volt írva vörös, szőrös, vörös, nincs az írva csúnya. A szép az egyszer csak kellemes. Ugyanúgy, mint az édes étel az kellemes, ugyanitt a szép az kellemes. A Tóra tesz a szépségnek, például most nem nő esetében, a szentében, hogy legyen szépen kidíszítve, mert ami kellemes az embernek, az vonzó, és akkor ezért a szentén is szép volt. Szép, kidíszítve, ezzel tiszteletet adunk az Istennek, az Istennek a háza a szép. Azt hiszem, egyszer már idéztem azt a mondást, hogy az van írva a Bibliában, hogy Jákob, amikor felkelt, amikor ment
elhagyta otthonát, és ment lábán, és az van írva, út közben eljutott Moriá hegyen, és ott lefeküdt, és akkor ott volt egy nagy álma, amikor felkelt, azt mondta, hú, ez nem más, mint Istennek a háza. Én zelkén bejtelökén. Ugye, mert látta, hogy ott volt egy ilyen különleges látomása álmában. És erre Masának egyszer egy rabbi egyszer bejött, megérkezett egy városban, a települése, és elment a zsinagógon, és látta, hogy a házak, a lakóházak elég jó, szép, jó állapotban volt, de a zsinagóga nagyon lepusztult volt. Mert azt mondja, én zelkén bejtelökén, ez biztos Istennek a háza, mert annyira lepusztult. Ami azt jelenti, hogy az ember, ha fizikailag is szép, akkor az ember szívesebben megy el a zsinagógában és tölti az idejét. Ezért még a Tóra is tesz a szépségnek az Isten házában, és ugyan hasonló, szép, az embernek jó hatása van, szép, az kellemes. De mindenképpen egy dolgot nem szabad elfelejteni, a szép, az, hogy egy ember szép, az csak a külseje, milyen a hatása. Ha közben az ember rossz szívű, vagy tudatlan, vagy nem okos, az nagyon-nagyon sokat számít, és azt nem lehet eltakarni azzal, hogy szép. Azt jelenti, hogy ahogy a Talmudban olvasok, azt a mondás, altisztakalbe kan elemem jelási esmor. Ne nézz a hordóra, hanem nézd meg, mi az, ami benne van. Finom bor. Lehet, hogy a külsője nem mindig megfelelő, de a belsőjében a finom bor van, akkor nem számít a külsője. A hordó nem olyan annyira szép. Jom Kippur alatt sokszor esik szó Rabbi Akiva életéről az imákban. Miért? Jom Kippur előtt, nem, Jom Kippur alatt szó van a Rabbi Akiváról, ami Rabbi Akiva sajnos kegyetlen halált halt meg a rómaiak által, amikor megöltek 10 híres bölcsöt, köztük Rabbi Akiva is. És említjük ezeket, hogy az Isten más vigyázzon rájuk, és figyeljen rájuk, nézzük meg, hogy milyen áldozatokat hoztunk mi a zsidóságunk. Mi azt jelenti a zsidó nép, milyen áldozatok hozott a zsidó nép a zsidóságunkért. Ez akkor beszélünk a Rabbi Akivával. Mostanában pedig a szféra napjában, Omer számlás napjában pedig arról beszélünk, hogy Rabbi Akivának a 24 ezer tanítványai halt meg. Ez járvában, ezek gyásznapok, és akkor megcsalálunk Rabbi Akivát, hogy 40 éves korában elment tanulni, addig teljesen istenfélő, de tudatlan volt, szóval sokszor esik Rabbi Akiváról, és természetesen a tanulók talmudottak, folyamatosan találkozunk Rabbi Akivával. István, az Acherémot heti szakasz, a homoszexualitás, szexuális eltévedésnek, vagyis leküzdhető rossz szokásnak tekinti. Imád tudjuk, hogy genetikusan kódolt, vagy leküzdhetetlen hajlamról van szó, ami a népesség körülbelül 10%-at érinti. Változott-e a rabinikus megítélés? Először én kis hitű vagyok, én nem hiszem a 10%-ról van szó a népességnek, de egy dolog biztos, hogy a rabinikus megítélés nem tud változni egy isteni parancsolaton. Azért, mert nem a rabik azok, akik megalkották a Tórát, ezért nem tudnak beleszólni a Tórában. Kettő, az Isten teremtette a világot, ismeri a világot, teremtette a világot,
és ismeri, teremti az embert, és ismeri őt, és azt mondja, hogy ez tilos, akkor ez tilos. Most, az ott genetikus vagy nem, az nem a kérdésnek a lényeg. A kérdésnek a lényeg az, hogy az embernek szabad tenni olyasmit, aminek nagyon erős a vágya ahhoz, de az Isten tiltja. Mi nem kell itt ebben a témában maradni. Vegyünk például a klaptományos, aki nagyon erős hajlama van a lopáshoz. Senki nem fogja azt mondani, hogy meg van engedve neki a lopást. Nincs megengedve a lopást, neki mindent meg kell tennie annak, hogy ne lopja. Akinek van nagyon erős hajlama a disznóhúshoz, akkor nem lehet, még akkor is, ha ki fog derülni a genetikuson, van neki erős hajlama a disznóhúshoz, akkor sem szabad disznóhúst enni, és akinek erős hajlama van szombaton a cigarettahoz is, tényleg, és ezt lehet látni, hogy borzasztóan nagyon erős, nagyon hiányzik a dohányzóknak szombaton a cigaretta, akkor is tilos, és ki kell bírni. Sőt, az istenfélő zsidós ezt lehet látni, aki akarja látni, jöhet a zsinagógában is, a vasraiban van valaki, aki erősen dohányzik, szombattan, péntek estig, szombat estig, minden további nélkül túléli cigaretta nélkül, de ahogy kimegy a szombattan, és azt nézi a digitális órát, hogy mikor vége a szombatnak, akkor rögtön rágyújt. Ami azt jelenti, hogy van az embernek egy erős hajlama bármire, ha az Isten ezt tiltja, akkor azt nem szabad tenni. Természetesen minél erősebb az ember hajlama valamire, ha az Isten ezt tiltja, akkor még erősebb lelki erő kell ahhoz, hogy az ember azt leküzdjen ezt a hajlamat. Hiszünk abban, hogy az Isten nem ad az embernek egy feladatot, amit nem tud teljesíteni, azt jelenti, van egy erős hajlama egy tiltáshoz, akkor van neki sok lelki erő ahhoz, hogy tudjan azt ledőzni, azt a hajlamat. József, olvastam, hogy több sebészileg bőr alá ültetett implantátum létezik. Halást segítik, gyógyszert adagolnak, stb. De van olyan is, amelyek a fizetést könnyíti meg, esetleg személyi adatokat tartalmaz, folyamatosan kommunikál egy központi adatbázissal. Ezek non-stop működnek, itt természetesen szombaton is. Ezek használata megengedett? Muszáj mondani, nem hallottam még olyan implantátum, ami csak adatbázis, hogy mit tudom én, az embernek az összes adatai vannak rajta, de ha ilyen van, akkor természetesen nem szabad bekapcsolni szombaton. Ha magától működik, akkor nagy magától működik, de bekapcsolni nem szabad. Például az embernek van halókészüléke, akkor egész szombaton hagyja bekapcsolva, és akkor így segít neki. Ha valahogy kikapcsolódott, akkor az embernek már nem szabad azt visszakapcsolnia. István, a szexuális erkölcsi szabályok között nem találtam utalást a pedofília elítélésnek. Valóban nem foglalkozik ezzel a Tóra? A Tóra tiltja minden kapcsolatot férfi és férfi között. Egy. Tiltja minden nemi kapcsolatot férfi és nő között, nem a házasságon belül történik. Régen a házasság korábban volt, mint ma, sokkal korábban, szerintem akkor így a pedofilia mégis teljesen ki van zárva. Ezek az elvek alapján. András, amennyiben egy férfi rendszeres nemi életet szeretne élni a feleségevel, akkor rendszeresen járnia kell mikvébe a tisztatalanság miatt? A válasz, hogy igen. A házas nő, ha nem terhes, vagy ha nem koron túl van, akkor körülbelül minden hónapban
körülbelül ilyen 4 hetente jár mikvében, és a 4 hét alatt mondjuk 12 nap általában ugye az a menstruáció, és utána annak tisztolása, 7 tiszta nap, és a többi pedig lehet élni rendszeres nemi életet. A András, a magaemléstől csak a férfi válik tisztalana, vagy a nő is? A nő is. További kérdés az Andrástól. Tanultam a Talmudban, hogy betért férfi nő nem házasodott zsidóval, ettől a gyermekek már zsidónak fognak számítani. Még egyszer, hogy betért férfi nő nem házasodhat zsidóval, az biztos, hogy a Talmud ezt nem mondja, mert betért férfi, vagy egy betért nő, teli a halachikus, a betért, magára vállalta a micvákot, tanulta és ismeri, akkor házasodhat minden zsidóval, kivéve a betért lány nem mehet Kohenhoz feleségül. Szóval nem értem pontosan, mit olvastál a Talmudban ebben a témában. A Efraim, Dávid királynak a Bacsevától született első fia, amelyik meghalt mamzernak számított, miért vehette el feleségül Bacsevát, ha előtte vele vétkezett? Erről már sokszor beszéltünk, visszatérő téma. A Talmud azt mondja, hogy csak úgy nézett ki, mint ha vétkezett volna, de valójában nem vétkezett, mert minden akkorban az volt a törvény, hogy minden katona mielőtt kimegy a frontra, vállalevelet ad a feleségének úgy, hogy ha meghalt, akkor nem kell bizonyítani a halálát, és nincs az Aguna kérdése, amiről sokszor beszéltünk. Úgy, mivel a Bacsevának az előző férje a katonaként halt meg, akkor nem volt házas nő, de ilyennek nézett ki, és ez is már bűn egy ilyen nagy embertől, mint Dávid. Talán még egy utolsó kérdés. Többektől hallottam a Cicesről egy legendát, akkor ez hosszú lesz. Jó, akkor itt meg kell állni. Csak azt szeretném mondani, hogy jövő héttől indul egy további tanfolyam, ez szerdánként lesz, 3:46-tól 3:47-ig. Ez bevezetés a szombati törvényekben, az alapelveket a szombati törvényeknek, 5 részből lesz, ez csak offline lesz, nem lesz ennek élő adása, a Károly körúton lesz a Keren Orba. Mindenkit szeretettel várunk, ez egy előadás sorozat, és ennek a kezdete a szombati törvényről. A szombati törvénynek a bevezetését fogunk tanulni. Holnap majd térünk vissza a újabb órával, az pedig a kabbalisztikus gondolata a heti szakaszhoz, és utána vasárnap hétfőn tovább lesznek a többi előadások. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!